Tovább emelkedik az állami vezetők bére. A 24.hu szerint az állami számvevőszék elnökének fizetése hamarosan meghaladja majd az 5 millió forintot. A DK nem tartja helyesnek, hogy ekkora a szakadék az állami felső vezetők és az átlagkeresők pénze között. A Párbeszéd az összeférhetetlenségi szabályokon is változtatna. Az ugyanis nem tilos, hogy állami vezetők felügyelőbizottsági tagságot vállaljanak más intézményeknél. Nem tartom elfogadhatónak, hogy miközben az ország komoly kihívásokkal néz szembe, ma ezeknél az intézményeknél előfordulnak havi 4-5, sőt esetenként 7 millió forintos fizetések is. 2010-ben a kormányváltás után Orbán Viktor ezzel indokolta a 2 millió forintos fizetési plafon bevezetését a közszférában. Most a 24.hu összesítéséből az derül ki, hogy márciustól havi több mint 5,2 millió forintra ugrik az állami számvevőszék elnökének fizetése, amellyel Matolcsy György bérét is lekörözi. Magyarország egészséges gazdasággal. Az összeget a bruttó átlagkeresethez igazítják, amely ősszel 431.300 forint volt. Korábban 9-szeres szorzót alkalmaztak, most 12-szer magasabb a bruttó átlagkeresetnél. A DK szerint az állami vezetők fizetésének összhangba kell lennie a 10 millió állampolgár jövedelmével. Mindenki vegye azt tudomásul, hogy a közszolgálatában az emberekért dolgozva, az lehet, hogy urambocsá a piaci bér alatti bért jelent, de ezt el kell fogadni akkor, amikor erre a feladatra vállalkozik. Szétszakadt tulajdonképpen a bérből és fizetésből élők világa. Mellár Tamás is igazságtalannak tartja az állami vezetők és az átlagkeresők jövedelme közötti több mint 10-szeres különbséget. A képviselő arra számít, hogy az ellenzék kormányváltás esetén az összeférhetetlenségi szabályokon is változtat. A mostani szabályozás az teljesen elégtelen. Tehát ugye itt olyan liberális összeférhetetlenségi szabályok vannak, hogy a családtagok vagy feleség is a férj mellett nyugodtan dolgozhat. Tehát ezeken szerintem mindenképpen változtatni kellene. A Momentum az egészségügy és az oktatás legégetőbb ügyeit előbbre valónak gondolja, de utána szintén foglalkozna az állami vezetőkre vonatkozó szabályokkal. Az biztos, hogy az új ellenzék újra fogja gondolni azt, hogy az ilyen kulcspozíciókban lévő állami vezetőknek a kinevezése, illetve az ő elszámoltathatóságuk, az hogyan működik. Híradónk az állami számvevőszéket is megkereste, ha válasz érkezik, közzétesszük.